Az utolsó golyó. Fényképezte Roger Dowling. Zenéjét szerezte Nerida Tyson Chu. Magyar hangok: Juhász György, Dózsa Zoltán, Jakab Csaba, Szokol Péter, Mináróvics Péter, Csík Csaba, Versényi László, Bíró Anikó, Molnár Ilona, Katona Júlia, Barát Attila, Kozma Attila, Beratin Gábor, Magócs Ottó. Magyar szöveg Vince Miklós, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Tamás Edit, szinkronrendező Zalán János. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Mirax. Balik Papan, Kalimantan, Volt Brit Borneo, 1995. augusztus 15-e. Borneói csata 50. évfordulójára rendezett fogadás. Brit Borneo, 1945. július 8-a. Forgatókönyvet írta Brian Trenchard Smith és Hiroyuki Yoshida. Rendezte Michael Pattinson. Szép új egyenruha. Hogy hívnak? Stanley Brennan. Stanley Brennan. Töki Stanley. Tényleg szép az egyenruhád. Kár, hogy azok a rohadt golyók hamar szétjuggatják. Élvezett, Fitzgerald? Hallott már valaki a banzáj rohamról? Nem lett meg. A banzáj rohamot ugyanis még senki nem élte túl. Nincs túl sok szemtanú. Mit jelent a banzáj? Nem tudja senki. De a banzáj támadás olyan kegyetlen, olyan vérszomjas, hogy lehetetlen megállítani. Nincs mit tenni, mint letérdelni és imádkozni, hogy véget érjen. Ez már be! Nehogy bevet Stanley! Rendben, fiúk, mozgás! Frissen, gyorsan, az aknarokban! Gyerünk! A 7. ausztrál hadosztály gyalogsági kommandós százada. Mégis kinek az oldalán állsz? Olyan kevés verde szemű maradt, hogy szerencséd van, ha nagyítóval találsz egyet. Ó, fogjad meg, már! Úgy, igaz? Mi igaz? Szerinted lesz még itt harc? Alig maradt egy pár szakasz, és a tüzérségünk szanaszét lövi őket. Nekünk már csak a romel takarítás maradt. Hey, te vagy a titkos fegyver! Önálló gyalogsági dandár, Tanaka szakasz. Maga
が田中正太の残余14名は広告の必勝を確信し、二丸〇〇をもって敵軍に対し最後の突撃を敢行し玉砕す。天皇陛下万歳。Ne kóstass a nyomomban, Stanley, nem kell nekem kutya. Gyere, ülj le és felejtsd el. Eslukkot? Nem. De kösz. A halhatatlan lelkünkért imádkozol? Azért imádkozom, hogy végre használhassam. Szóincsók! Szűz! Tanaka Shōtai Chōdono! Tadaima yori! Shutsujin suru! Mokkyō! Tekijin chūgou bu! Seikan o kisasu! Jūken totsugeki suru! Nao! 攻撃に参加できない者はこの場にて負傷者には手榴弾を支給する。いいな、配れ。うまくやれよ。玉砕はもうすでに報告済みだ。今さら親に恥かかせんじゃねえ。直ちに着剣せいです。順次でこいや。あるんじゃないぞ。
Mégis, mit jelent az, hogy banzáj? Véres véget. Csalódott vagy? Te nem? Nem akarsz harcolni? Persze, de... Az utolsó esélyünk. Mit fogok majd otthon mondani? Olyan közel voltam a harchoz, hogy láttam is. Vagy harcolsz, vagy nem. A többi baromság. Azért jöttem, hogy kinyírjam őket. Egyébként otthon is maradhattam volna. Húzz el innen, vagy benyomok egyet, haver. Most már tényleg vége a dalnak. Ne kiabáld el. Higgyétek el, most kell odafigyelni igazán. Gondolom, a fene sem akar az utolsó utáni percben elesni. Ja, pisáláson kívül másra is jó lenne még, nem? Hogy mit beszélsz? Igen, a nőkre gondoltam. Gondoljatok bele. A háborúnak vége, nem sokára otthon lesz mindenki. De van még egy töltény. Rajta valakinek a neve. És annak a szerencsétlennek a jövője kicsit kurtább lesz, mint tervezte. Feleség, gyerekek, ez mind hiú ábránt marad. Na, bravo, Shakespeare! Dob meg ide a szappant! Az előbb még két papír. Kis csendet kérek! Most nagyon figyeljetek! A mieink tegnap éjjel alaposan befűtöttek a japcsiknak. Erre ti is nyugodtan büszkék lehettek. Nekünk kell befejezni a munkát. Még mindig kóborol itt egy-két sárga, aki nem hajlandó tudomásul venni, hogy vége. Ez lesz a mi feladatunk. James, Williams, te is, Bloy. Shakespeare. Brennan uram. Rendben. A felderítő osztag pontosan 7 órakor indul. És ez nem piknik, uraim. Ha az utatokba kerülnek, rájöttök majd, hogy harapnak, mint a veszett kutya. Öltözzetek fel. És indulás. メドですか? だいぶ見えてきたわ。 何度食べたら? ようなりますよ 食べないかんのお前のおやろが
ez? Vasi. Csisztáj szaki. Így mi rájte pakar jótte. Jánoszám. Jók a koste. Taszkéti krimasztájúne. Csőkötte deszmú. Jánoszámra. セツコと一緒になるって決まった時、わし、ほんま嬉しかった。嬉しかったです。 一つよ。じゃあ父ちゃんはいくつかな？三つ。だって父ちゃんはいっぱいいっぱい働いてくれてるんだもんね。そうでしょ？ん？はるくのも半分あげようかな。 Térd már észhez, most már úgyis eljegyezted. Nem jegyeztem el, csak írtam neki egyszer, amikor kihajóztunk Moratályból, érted? Értem. Nem tudom, gondoltam, majd elveszem, ha hazamegyek. Felelőtlen ígéret, még akár túl is élheted. Nagyon vicces. Kíváncsi vagyok a lányra. Van fényképed róla? Na gyerünk, mutasd. A neve Jane. Jenny. Kedves lány. Ki ez? Amit töki Sterling, menyasszonya. Barátnő. Hú, szép. Hadd nézem. Ó, szép. Nagyon jó. Aranyos, de nem túl nagy a segge egy kicsit. Hadd ide, légy szíves. Ne aggódj, jó kezekben van. Nem hallod, add már ide. Jézusom, Romeo, válaszolj már neki, na, hallod? Válaszolj neki. Figyelj már. Persze, hogy lefektette. Mi másért vonult volna? Nem, nem. Úgy érted, miért jelentkezett katonának? Egy cickó minden irodistának jut, de a szaftosabbért messzebbre kell menni. Fogjátok már be. Nem kirándulunk. Mikor jut már el a nehézkes agyatokig? Maga. Stanley Brennan uram. Őrségbe megy. Őrmester úr. Csak most jegyezte el magát. Na, gyerünk. Megadja magát. Csak hiszed. Kilógnak a belei. Látja, Brennan. Fogjul ejtheti. Hülye állatok. A harakiriről sokan azt hiszik, csak azért találták ki, hogy a japánok még rejtélyesebbnek látszanak. Ezt kéne látniuk belegabolyodva a saját beleikbe. Az biztos, hogy van egy-két tépjük az öngyilkosságra. Ne nyúljon hozzá!
ez a kard jól mutatna a fali órámon. Tartogat valamit, amit alig ha tenn neki a fali órájára. Vegye el tőle. Csinálja valaki más maga helyett? A tiéd, Brennan. Temesd el. Minek, őrmester úr? Katona volt. Megérdemli a tiszteletet. Úgy látom, nálad ez hiányzik. Egy napon majd téged is megtisztelnek. Ást, aztán húzzunk innen a fenébe. Véget. Véget. Késő, fia. Véget van. Teli torokból próbálsz kiabálni, de nem jön ki más, csak vér és borzalmas örgés a torkodon. És ez még nem is lenne nagy gond. A jövő héten úgy is jön majd egy másik tapasztalatlan fickó. A helyedre áll. Fel se tűnik a különbség. Csak hogy ezúttal mindannyiunkat álmunkban beleznek ki,
A te hülyeséged miatt. Többet nem fordul elő, őrmester úr. Ígérem. Ígéred? Én is megígérek valamit. Ha még egyszer előfordul, tényleg elvágom a torkodat. Felfogtad egyáltalán, hogy kikkel állunk itt szemben? Nem a selejtje bujkál, hanem a túlélők. És ezek nem fognak fehér zsebkendőt lobogtatni. Ölni akarnak. Megértetted? Igen, megértettem. Mika Maria. Öt, négy, három, kettő... Ez egy fél automata csúzli. Megnézhetem? A puska olyan az embernek, mint a nője. Más nem nyúlhat hozzá. Hol szerezted? Egy hülye jenkitől. Elcserélte egy csajért. Ő vitte a csajt, én meg a puskát. Mutatok valamit. Gyere! Ezekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy amikor kimegy az utolsó, egy áruló zajt ütnek. Érted? Meghallják. Ezt figyeld. Új tár. Üres. Bevette. Bum! Az utolsó gondolata rohadjak meg. Fejbe lőttek. Mit akar? Üres töltényüveit szeretne. Tőled. Sajnálom, de nekem nincs. Kérsz egy kis csokit? Tessék. Hány éves vagy, Rómeó? 19. Aha. Mikor születtél? Augusztus 17. Melyik évben? 1900. Na, mikor? 25. Nagyon jó, nagyon jó. Hey, nyugi, tudok titkot tartani. Nézd csak. Nekem hoztad. Aranyos vagy.
Nagyon szépen köszönöm. Mondtam neked, Töki, a nők buknak az egyenruhára. Hazatérsz hősként, és aradhatsz. Háborús hős. Sose tudhatod. Persze. Azért is adnak medált, ha a latrinán bevered a fejed, vagy rálépsz egy kagylóra. De aknára is léphetsz. Ezerféleképpen lehet hős. Azt őrizd meg. Amit nőtől kapsz, az szerencsét hoz. Gomolyan? Shakespeare, mi nyilván nem ugyanazokhoz a lányokhoz járunk. Japán géppuska fészek. Hónapok óta üres lehet. このままじっとしとったら見つからんし抜け出して山村さん俺一人だから待ちてくれてるや。 Ezen a parton aknamező van. Lehetőleg senki ne robbanjon szét. Kitté!
zebrait, Foxtrotti, jelentkezvétel. Csend! Csend! Nyugi, 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 nyugi! A rohadék! Az is gyerünk, megvakultam! Hagyd abba! Csend! Mutasd! Csak sár! Csak sár, Stanley! Ki kell jutnunk innen. Nézd, meg kell próbálnunk elrohanni az árokig. Te viccelsz? Ide hallgass, Stanley, nagyon figyelj. Figyelj, a japcsi puska egyszerre egyet lő, legalább 3 másodpercre telik, hogy a következőt megküldje. Igen. A következőnél. Te visszalősz, én megpucolok. Rendben? Rendben? Messze van, túl messze van. Kofa beszélni, ide hallgass, haver. Igen. Van jobb ötleted? Ha? Na jó. Amikor lő, egyenesen a torkolat tüzet célzod. Úgyis a fegyverével lesz majd elfoglalva. Igen. Jól célozz. Utána én jövök. Rendben? Rendben. Stanley, ha nem érek oda, egyedül maradsz. És neked annyi. Megértetted? Érted? Igen. Rendben. Megyek. Felébe. Amikor hazamegyünk, Stanley, szeretnék találkozni a nőttel. Megegyeztünk? Meg. Jó. Igen. Rendben. Kész vagy? Igen, kész vagyok.
Igen. Aztán ügyes legyél. Megyek. Egy másodperc. Az Isten itt! Két másodperc, Stanley! Elio! Stanley, ne! Térje alá. Brennan, mindnyájan darra fakadjunk magával együtt. Igen. Nem is értem, hogy miért tűröm. Két hét múlva kezdődik a kiképzés, és nekem ez az egész akkor már úgysem jelent semmit. Ez az egész? Persze. Segíthetek, hölgyem? A hétvége jó? Anyám elküldött a nagynénémhez vendégóba. Jane, mondd le valahogy. Nem tudom, sikerül-e. Figyelj! Csütörtökhöz egy hétre megyek. Ez az utolsó alkalom, hogy együtt legyünk. Kettesben. Megpróbálom valahogy elintézni. Megpróbálod? Igen. Igen? Igen. Ide figyeljen! Óhajt még ma dolgozni? Vagy mi végezzük el a munkáját, hogy kiszórakozhassa magát? Abban a faluban, egy kis kunyhóban, még mindig vár rám az a lány. Stanley! Mit csinálsz? Menj vissza! Jókor aggódsz a helyes viselkedés miatt. Nem magam miatt aggódom, miattad. Kiszállok. Miattam felesleges. Majd elmagyarázom Mr. Petersnek, hogy haza kellett menned kipihenni magad. Lehet, hogy buta dolog volt. Buta? Inkább bátor. Bátor? Nem, ez nem bátorság. Figyelj, a hétvégén... Értem, jössz pénteken. Hát persze. Persze. Semmi baj.
Nyugalom. Ó, Lován. Na gyerünk! Most meg! Te rohadt szemét! Majd thank you.
おマジだ動けねえぞ。Nézd, a fán is van egy! Hol? Thank you.
Jól van, nyugalom, nyugalom. Nincs semmi baj. Csak nyugi. Nyugi. Mienzo. Tudja. Mienzo. Mienzo. Mi odosende? E mono mi dirà già osoi. Ega. Odo kidro. Yatsura ngokeba odo gasukara. Segíts! Uram, atyám! Jézusom! Nyugi, cimbora, nem lesz semmi baj. Miért nem lőttél, Stan? Nem sült el. Istenem, segíts! Most mit csinálsz? Próbálom elállítani a vérzést. Ó, öregem! Ide néz! Jézusom! Szomjas vagyok. Sajnálom. Elfogyott a víz. Meg fogok halni. Meg fogok halni. Nem fogsz. Ó, Stanley! Töki Stanley! Hogy történhetett ez? Hogy történt ez? Ki csináltak? Jézusom! Most mit csináljunk? Elég közel kerülsz ahhoz a tetőhöz. És ezzel a bökővel elvágod a torkát. Majdnem sikerült, Stan. Adj egy kis vizet! Vizet akarok! Nem maradt! Adj egy pohár vizet. Uh-huh.
Mi a baj? Félsz? Nem félek, te buta. De hát mi a baj? Én ezt nem értem. Valami megváltozott.
Valami megváltozott. Nézd meg magad. Banktisztviselő létedre elindulsz megküzdeni egy japán szamurájjal. Nem érdekesebb? Diplomád van. Valami könnyebb helyre is kerülhettél volna. Aktákat tologassak egyik asztalról a másikra. Na és a háború után? Egész életemben ugyanazt csinálom. Nem tudom. Azt gondoltam. Mit? Mit, Stanley? Hogy majd büszke leszel rám. Az vagyok. Hidd el. De félek. Kérlek. Csak azt nem mondd, hogy értem tetted. Mindenkiért tettem, a hazámért. Valakinek meg kell tennie. Stanley. Ugye visszajössz hozzám? Ne.
本兵に次ぐパリクパパンの戦いは終わった。投降せよ。何時は安全に帰国し妻子に会うことができる。Hey, látod ezeket a papírokat? Letették a fegyvert! Vége! Visszamehetsz a családodhoz! Haruko! 何してる? 降りてこいや。や。Haruko! 言うこと聞いて降りてきなさい。や。父ちゃん怒ってるから降り。降りてこいや。大丈夫だから。ちゃんと捕まえてやっから。ナミガシ。Te hülye állat! Harcolni akarsz? Megöllek! Véged van! A fenébe!名誉でありますどうもご苦労様でした。ありがとうございました。Wege!
Stanley. Mi jár a fejedben? Csak kicsit elgondolkodtam. Régi háborús emlékek. Jogod van rá. De csak ma. Nem jössz be? A vihar miatt úgyis bepakolnak a teraszról. Mindjárt megyek. Inkább hozzatok orvost! Te begolyóztál! Ritkán lehet őket élve elkapni. Tele van velük a bázis! De ez fontos, sokat tud. Kikérdezzük. Te szemét! Ne! Időpocsékolás nem fogja túlélni. Sajnálom. És Ichiro... Yamamura, Ichiro desu. A nevem... Stanley Brennan. Stanley Brennan-san. Maga... Mi... Szervusz. Jó napot. Ismeri a nagyapámat? Igen. Asa-chan. Sztájte morájtáin dakedo ne. Kono kata wa Stanley-san to itte. Kono Kuroki no oji-chan ga senshi shita toki. Umete kudasutta kata nan da yo. A nagyapám azt szeretné elmondani, hogy Kuraki szánt az embert a képen maga temette el. Így van. Ő a nagyapám sógora volt. A hölgy pedig Setsuko, az első felesége. Értem. Ez a kislány pedig a lánya, Haruko.
meghaltak. Azt mondja, már nagyon régen. Igen. Tatsuha. Anata ga koko ni korareru to. Remélte, hogy ön is itt lesz. Én is reméltem, hogy találkozunk. Sumimasen. Atashi ni wa sashiagiru mono ga nani mo nai. Sajnálja, hogy nem hozott ajándékot. Ó, hát bent meghívhat egy italra. Szeretném megismerni a családját. Igen, azt mondja, ennek nagyon örül. Ó, Hogyan mutassa be? Mondja, hogy egymás ellen harcoltunk a háborúban.